Több mint 40 ország zászlója körül gyűltek össze a vendéghallgatók a Nyíregyházi Egyetem B épületében, ahol szokás szerint minden évben ünnepélyes keretek között köszöntik a külföldi diákokat. Umedjon Numratov Közép-Ázsiából, egészen pontosan Tadzsikisztánból érkezett. Umedjon Numratov vagyok, 24 éves és Tadzsikisztánból jöttem. Jelenleg a második diplomámat szerzem az alapképzésben pilóta szakon. Így lesz egy mérnöki és egy pilóta diplomám is. Mielőtt idejöttem, valójában három szempont alapján kerestem egyetemeket. Olyat kerestem először is, ahol ingyenes a képzés, és azt is tudtam a Nyíregyházi Egyetemről, hogy egy jó iskola, nagy választékkal a képzéseket illetően, és a harmadik, hogy itt volt ösztöndi. Szóval ez nagyon fontos volt számomra. Ami pedig a jövőt illeti, természetesen az első feladat, hogy megszerezzem a pilóta engedélyt, és ha lesz lehetőség dolgozni itt, például a Vizernél, miért is ne, akkor én nyitott vagyok minden társaság számára, szóval nem bánom, ha itt maradok. A jelentkező körében egyre népszerűbbek az idegen nyelvű szakok, ideértve a magyart, mint idegen nyelvet is. Magyar nyelvet jöttem ide tanulni, mert itt akarok élni. A családom is itt él, az édesanyám, a testvérem, szóval magyarul akarok tanulni a Nyíregyházi Egyetemen, mert itt kiváló az atmoszféra a tanuláshoz. A diákok között volt, aki az épületben is kinyitott esernyővel közlekedett, ráadásul egy hallgatótársa tartotta folyamatosan a feje fölé. Gánában ugyanis többek között ez is jár a királyoknak, amelyből Gánában minden közösségnek sajátja van. My name is Mark Cheme. Gánából származom, Nyugat-Afrikából, szociálpedagógiát hallgatok, és hogy mit jelent ez az esernyő a fejem felett? Ez mutatja Gánában, ha valaki királyként tagja egy közösségnek. A Nyíregyházi Egyetem elnöke Hárskuti János maga is szívesen emlékezett vissza a külföldön folytatott tanulmányaira, amely során életre szóló barátságokat, szakmai kapcsolatokat és meghatározó élettapasztalatot szerzett. Kovács Zoltán elnök helyettes azt mondta, minden évben fontosnak tartják a vendéghallgatók köszöntését. Amikor évekkel ezelőtt úgy döntött a Nyíregyházi vezetése, hogy a külföldi hallgatók felé is megnyitja kapuit és elindítjuk az angol nyelvű képzéseinket, akkor szinte magától értetődő volt, hogy az első alkalommal rendezünk egy olyan alkalmat, ahol hivatalosan is köszöntjük a külföldi hallgatóinkat, és ők is bemutatkozhatnak röviden, honnan jöttek, és melyik országot képviselik itt a képzéseken, és ebből ma már hagyományjá vált, és valóban egy nagyon szép és érdekes látvány, hogy több mint 40 országnak az állampolgárát láthatjuk itt egyben, akik közel 300-an vannak. Persze nem mindenki van itt, hiszen a terem nem lenne képes arra, hogy mindenkit beengedjünk, de azért minden országból lesz valaki, aki egy pár mondattal köszönti a többieket. Úgyhogy valóban ez egy hagyományteremtési cél elindul, de ma már ez hagyománynak tekinthető. Minden évben megrendezzük ezt a rendezvényt. A több mint 40 országban jelenleg közel 300 külföldi hallgatója van az egyetemnek, akik sok esetben nem is ösztöndi program keretében, hanem önköltséges alapon jelentkeznek a képzésekre. Alapvetően három lábon történik a toborzás. Ünnepi hálózat segítségével, a közösségi média segítségével, és most már a bent lévő vagy már végzett hallgatóinak a bevonásával. Tehát ez az a három láb, amin keresztül megismerthetjük magunkat. Hogy mi a vonzó Nyíregyházi Egyetemben egy távol-keleti vagy egy dél-kelet-ázsiai fiatal számára, ezt persze nagyon nehéz megmondani, hiszen mindenki más okból indul el egy ilyen útra, de abban szinte biztosak vagyunk, hogy maga a környezet, ez a családias jellegű felsoktási intézmény, a zöld környezet és a biztonság, amit itt megkapnak, és aki nem feltétlenül vágyik egy nagy városba, ahol sok száz másik nációval is találkozik, azok számára valószínűleg ezért vonzó a Nyíregyházi Egyetem. Etnikai és vallási sokszínűség jellemezte az önköltséges, illetve az Erasmus Plus és Stipendium Hungarikum jóvoltából Nyíregyházán tanuló egyetemi hallgatók napját. A multikulturális környezet az egyetem vezetése szerint jó lehetőséget biztosít a magyar hallgatók angol nyelvtudásának fejlesztésére és annak gyakorlati alkalmazására, a nemzetközi kapcsolati háló kiépítésére, valamint más távoli kultúrák megismerésére.